Formabontó tanfolyamot indított a Pécsi Tudományegyetem. A tojásírás segítségével fejlesztik a leendő sebészek kézügyességét, precizitását és koncentráció képességét. A képzés emellett a magyar népművészeti hagyományokkal is megismerteti a többnyire külföldi hallgatókat. A négy színű hímes tojást fokozatosan rétegenként festik, mindig azt a részt akarva a viasszal, amelyik színt meg szeretnék őrizni. Ezt a technikát is elsajátítják a Pécsen tanuló külföldi orvostanhallgatók. Azért jöttem a kurzusra, hogy saját magamat kihívás elé állítsam, fejlesszem a kreativitásom és a kézügyességem, amire a jövőben sebészként szükségem is lesz. A tojásnak különleges a felülete és a formája is, mivel nem tartozik a forgástestek közé. Nem gömb, nem henger, valami nagyon különleges, és pontosan ilyen az emberi test is, hogy hiába próbálunk mi egy anatómiatlaszba lerajzolni egy csontot vagy izmot, a való életben sosem lesz olyan, ami az átlagban mindennek megfelel. Here is your egg from last week. Can you see? A kurzus résztvevői egy-egy tojásíró készletet hazavihettek, hiszen a koronavírus folyamatos terjedése miatt egyre többen kerülnek karanténba. Ők online módon kapcsolódnak az oktatásba.